A Bozsik Akadémia keretein belül 12 korosztályban a 7 évesektől kezdve a 19 évesekkel bezárólag mintegy 300-an rúgják a labdát. A fiatalokkal több mint 40-en foglalkoznak. Mint az akadémia igazgatója elmondta, céljuk az, hogy a képzés, a család és a tanulás egységének fontosságát szem előtt tartva neveljenek embereket, és lehetőség szerint minél több futballistát adjanak a Spari felnőtt csapatának. Az idei évnek a fő célkitűzése az volt, hogy a szakmai programunkat frissítsük, megújítsuk, intenzívebbé tegyük, illetve elvégezzük azokat a szükséges korrekciókat, amire úgy gondoltuk, hogy szükségünk van. E tekintetben nagyon elégedett vagyok, hiszen a kollégáink borzalmasan nagy munkát végeztek. Ezeknek a folyamatoknak az eredményein azt gondolom, hogy hamarosan alapvetően látszani fog a játékunkon, a gyerekek játékán, a gyerekek felkészültségén. A második legfőbb célkitűzésünk az volt, hogy a szakmai tevékenységünket az egyéni fejlesztések irányába vigyük el, és az erősségek kiemelésén, az erősségek továbbfejlesztésén, valamint a hiányosságok kompenzálásán legyen a hangsúly. E tekintetben is elégedett vagyok, bár még az út elején járunk. Úgyhogy a bajnokságokban is tartalmasan szerepeltünk, én azt gondolom, de szeretném kihangsúlyozni, hogy a bajnokságokban elért eredmény az mindig csak egyfajta támpont, egyfajta visszajelzés, elsősorban arról a szakmai munkáról, amit a kollégák a hétköznapokban végeznek. Úgyhogy elégedett vagyok az évet, illetően sikereket értünk el. A legnagyobb értéknek azt tartom, hogy végre nagyon nagy számban van fiatal játékos a Nyíregyháza Spartacus felnőtt csapatának keretében, és mindemellett a felső korosztályaink, az utánpótlás, ifi korosztályok is stabilan tudtak szerepelni. Az akadémia vezetése szeretné, ha tovább fejlődnének, ezért a következő szezonra is terveznek változtatásokat. A humán erőforrás tekintetében nagyon jó alappal rendelkezünk, de szeretnénk tovább fejleszteni a kollégáink felkészültségét. Folyamatosan azon dolgozunk belső képzéseinken, illetve külső képzések tekintetében is. A szakmai képzési programunkat azt az egyéni fejlesztés irányába szeretnénk elvinni. Szeretnénk egy olyan képzési programot megvalósítani, ami az erősségeknek a tovább erősítésére fókuszál, és nem a hiányosságoknak a kiemelésére. Szeretnénk az alsó szekcióban, tehát elsősorban a 7-11 éves korosztályban véglegesíteni azt a módszertani változást, amit az idei évben elkezdtünk. Ez játékközpontúvá teszi a munkánkat, élményközpontúvá teszi a munkánkat. Szeretnénk sokkal több, magasabb minőségű inget biztosítani a gyerekeknek, mert azt gondoljuk sokakkal ellentétben, hogy a futball az az együttműködéseknek a sportága, és az egész képzési rendszerünk az alsó szekcióban ez az együttműködésre épülő lesz a jövőben, nem pedig az egyéni képességek kidomborítására fókuszál. Ebben rengeteg feladatunk van. Mint arról már korábban döntés született, Örökösföldön egy minden igényt kielégítő utánpótlás képző központ létesül, amely együttműködik majd a magyar kormány segítségével épülő Szatmárnémeti Akadémiával.